Jó napot kívánok, sziasztok, nagyon kellemes, szép napot mindenkinek, koncerttel együtt köszöntjük a kedves nézőket. Ugye az M3 autóparkban vagyunk, és egy járművet mutatnánk meg egy kicsit közelebbről nektek. Megnyomkodunk egy pár dolgot rajta, megpróbálok mindent megmutatni. Persze nem biztos, hogy sikerülni fog, de azért nézzük meg, hogy mire jutunk a végére. Tehát az autón 2009-es Opel H Astra, 1.6-os benzines, 115 lóerős a mocia, ugye szürke metal, ez a középszürke, itt látjátok például az alvásszámot, és hogyha megnézegetjük a szélvédőt, akkor tökéletesen épp, és esőérzékelős az ablak törlője. A felnit pedig, ha megnézegetjük, akkor azt gondolnánk, hogy ez egy nagyon szép Opel alufelni, de nem az, mert úgy találták ki az Opelék, hogy egy nagyon szuper kis dísztárcsát, ha tesznek rá, pont úgy néz ki, mintha alufelni lenne az autón. Amúgy nagyon mutatós, és legfeljebb ezt nem fogják ellopni, nem úgy, mint az alufelnit. Az elejében a két darab lámpa tökéletes, nagyon szép, kristálytiszta, áttetsző mindkét oldalon, a krómozás elő tökéletes, hibátlan. Itt az alsó szinten is ugyanezt látjátok, és a kötfény szórók is tökéletes rendben vannak, nincsenek betörve. Nézzük meg a motorteret. És kikapcsoltam a klímát, mert hogy a ventilátor az hangosabb, mint maga a motor, hogyha bekapcsoljuk, mert megy, mint az őrült, mert a klíma dolgozik veszettül benne. Olyannyira, hogy meg is mértük, hogy jó hideget fúj a klímánk. Rögtön meg is mutatom nektek, van itt egy ilyen kis kütyüm, például itt a napon mennyi, hány fő, milyen meleg van. 47 fokot mutat mondjuk arra a fekete autóra irányítom, úgyhogy eszméletlen hideget fúj az autónk, de itt pedig nagyon meleg van kint. Na, hallottuk a motort, Ecotec benzin, 115 ló, viszi szépen a kasznit, tehát ha nyomjuk neki a gázt, akkor meg fog lódulni szépen. Tartályban megfelelő folyadék, és van egy jó kis Varta akkumulátorunk, ezt találtuk itt elő. Aztán ha körbe sétáljuk, akkor a kasznit, ha megfigyelgetjük, jobbról, balról, előről, hátulra, teljesen normál, kultúrált, szép kasznia van, nincsen leverve, nincsenek rajta komoly sérülések, amik esetleg elvenni a kedvünket a vásárlástól, vagy esetleg szégyenkezhetnénk otthon a szomszédok előtt, hogy hát ezt vetted meg, nem kellett volna. Egy szó sincs ilyesmiről, mert hogy még ajándékot is kap, aki itt meg fogja vásárolni ezt az autót. Itt látjátok, van egy téli szett, 4 darab, ugye be van szépen csomagolva, és azt gondolom, hogy elég jó kis mintázata van, és ezt télire föl lehet tenni, olyannyira, hogy felnit se kell venni, mert ez egy lemez felnire szerelt téli gumi szett, mindegyik ilyen fajta, ilyen minőségű, tehát jó állapotú, felszerelhető biztosan. Hátsó utasokat is megkémlelünk, hát ha vannak. Nincs itt senki, csak ez a kalaptartó árválkodik itt, mert hogy most nem tudjuk betenni ugye a kerekektől, majd valaki beteszi a garázsba szépen, akkor majd be lehet tenni a kalaptartót, és ez is teljesen rendben van, egészséges, jó darab. Van légzsák fölül, itt az oszlopokban látható a jelzés, van ugye oldal légzsák, függöny légzsák, és nagyon szép az ülése. Abszolút nincs lelakva, hibátlan szép a oldalkárpit is, és az ülések is, és szerintem a korához mérten az első ülés is hibátlan. Állítható az ülésmagasság, a két ablak kézzel tekerhető hátul, ám de itt, mint látható, két darab gomb segítségével lehet ugye leföl húzgálnunk. Így. Aztán mivel nagyon meleg van, akkor benyomva a klímát. Ez a gombocska. Kicsit hagyjuk, hogy dolgozzon, és akkor megmérem itt bent is a klímát, hogy milyen hűvöset gyárt ez a berendezés. Megvan a két gyári kulcsa, és ki is tudjuk próbálni. Még hozzámutatom rögtön. Felvillanak itt a két darab elakadásjelző, kis nyit zár, ugye. Aztán én pedig beindítom a masinát. 133.687 km futású, kialszik minden. Elmondom, hogy ugye volt ott egy halom lámpa, de ugye a lényeg az benne, hogy ha kialszik minden, akkor rendben vagyunk. Hát most csak be kéne kötném magam, mert azért villog, de nem fogom, visszahúzom a kéziféket. Tehát kialszik minden rendben van, van benne menet stabilizátor, ABS, légzsák visszajelző, olajnyomás és a motorcsek, illetve a mi volt még a töltésjelző.
összeraktam a képet. Na, van benne tempomat, amit kipróbáltunk a srácokkal, Feri Peti és Concerto kollégámmal egy rövid próbautat tettünk ezzel a járművel, és ki is próbáltuk a tempomatot benne. Láttuk, hogy kötvényszórós is, ugye kipróbáltam a tükröket, ezt is meg tudjátok nézni, hogy ugye megy le föl oldalra, mind a kettő teszi a dolgát, és lehet irányítani ilyen balkézről. Ugye a kormány a bőrbevonatú és zenevezérlős, ez sincs ugye megkopva. Nagyon szép kormánya van a járgánynak. Négy irányban állítható, tehát be, ki és így leföl állítható ez a dolog. Van egy centrál zár belülről is, tehát be tudjuk magunkat zárni. Itt a felső részen egy pillanatnyi fogyasztásmérő ilyen komputer van, a gyári zene, illetve a CD rádiót, illetve a külső hőmérsékletet lehet látni, meg az órát, ami 2 óra 59 perc van, de a dátumot is mutatja. Innen tudjuk a bordkomputert vezérelni, beállítani a hangokat, beállítások, és van benne CD is, azt is kipróbáltam, MP3-at tud, nem tudom, mit kell megnyomni, ezt kell megnyomni. Jó, tehát van benne egy jó kis MP3-as CD, megy a klímánk, és még nagyon fontos az is, hogy ez teljesen originál, ez a gyújtószerszám meg a hamuzó. Látjátok, ebbe nem nagyon cigiztek, ezzel biztosan nem, és oda nem, ez 100%. Ötös a kéziváltója, és akinek van kütyüje, azt össze tudja dugni ugye a gyári zenével, ez az AUX csatlakozón keresztül a kis masináját, mondjuk a telefonját. Feri és Peti kollégám is itt vannak, szevasztok! Mit tudtok mutatni nekem? Szerintem azt, hogy 2 év műszakival kínáljuk nektek ezt a járművet, ezt elmondtam, hogy 2009-es, sok-sok extrát pedig felsoroltuk, tehát egy Opel Astra H16 Enjoy. Na és akkor nézzük meg ezt a klímát, hogy mit tudtunk összehozni, itt ez ott az 1-2-3 perc alatt, itt a kis kütyüm, ami előbb nagyon meleget mért, remélhetőleg itt azért mégiscsak jobb lesz, 2,3 fokot mutat így, de valahol beirányítjuk, akkor akár mínuszokat is tudunk összehozni, -0,3. Jó, tehát rendkívül jól hűt a klímája, kellemes itt tücsörögni, nem kell lehúznunk az ablakot, itt a nyári melegben az olvadó aszfalton tudunk szépen a dugóba átcsingozni, és megy a kellemes hűvös levegőnk, és hallgathatjuk az jó zenéket a kocsival, ugye? Na, én akkor elbúcsúznék tőletek, egy csomó jó dolgot láttatok, remélhetőleg megtetszett a masina, gyertek el hozzánk az M3 autóparkba, Budapesten vagyunk a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban, itt van mellettünk az autópálya, vagy mellettünk, fölöttünk, úgyhogy meg fogjátok találni a helyet, ahol vagyunk. Köszönöm, ha nyomtok egy ilyen jelet a videónk végére, iratkozzatok fel a csatornánkra, legyetek jók, a viszontlátásra!